dreamer. Yeah, yeah, I've been running and running to keep it 100, it's all that I wanted. But lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all in my cell. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase, life is a race. I'm out of space, let me get on my face. I got a taste, want the whole plate. Finna get laced if you step out of place. Like, first off, you don't run nothing. All talking, no okay. Sziasztok srácok! Amint látjátok, egy érdekes kis szörnyetegen ülök. Én úgy hívom igazából, hogy a Kawasaki és KTM hibrid. Igazából ő egy Kiway RKF 125, de egyszerűen annyira hasonlít a Duke-ra, hogy az valami hihetetlen. Meg is kértem a KTM-es ismerősemet, hogy ugorjon el és egy kis egymás melletti összehasonlítást nézzünk meg, hogy legalábbis külsőre mennyire hasonlít. Amúgy baromi könnyű motor, 147 kg. Hú, még ezt a gyári fokozatot szoknom kell, meg ugye itt a Honda-hoz képest fordítva van az irányjelző és a dudo elhelyezkedése. Na de, amit tudni kell róla, amit látható, 240 kemény kilométer van benne, ezért bejáratos a motor, szóval ez a videó nem arról fog szólni, hogy mire képes ez a motor húzatva, hanem kipróbálom, és jelenleg ez az első élményem vele. Szóval ő egy Kiway RKF 125, újonnani ára nagyon meglepő lehet, srácok, de 750 ezer forint, tehát ennél olcsóbb 125-ös motor nem hiszem, hogy létezik, ami úgymond ilyen nagyobb márkák közébe lehet sorolni. Tehát a Kiway nem egy no-name márka, viszont egy elég jó ismert kínai márka, és azért is szeretem volna ezt a videót megcsinálni, mert Kiway-ről még nem nagyon láttam ilyen teszt videókat, illetve nekem baromira tetszik a kinézete, szerintem hihetetlen jól néz ki ez a neonzöldes, enyhén sárgás design a feketével. Az első véleményem egyébként az, hogy rajta ülök, hogy nagyon kis pici tömzsi, és tehát az ülésben nem nagyon tudsz jobbra, balra, előre, hátra mozulni, ebbe becuppansz és ülsz. A hátsó ülésről szerintem ne is beszéljünk, az valószínűleg dísznek van, vagy hogyha tényleg komolyan gondolták, hogy oda ember fog ülni, akkor valószínűleg ilyen 8 éves korig talán rá lehet ülni. Egyébként annyira kis könnyű 147 kilós motor, hogy hihetetlen, nagyon jól lehet vele manőverezni, feelinges egy kis jószág. Amit tudni kell róla, 9,4 kilowatt, ami olyan 12,6 lóerő, de ezt már olyan 13 lóerőre felszokták kerekíteni. Szóval, ha az áj korlátait nézzük, ami 11 kilowatt, nem a maximum, tehát nem ő lesz a legerősebb választás, de hogyha mindenképp újonnan szeretnél motort, illetve tetszik a Kiway-nek a dizájnja, akkor szerintem ez egy nagyon jó választás. Természetesen még hosszú távú tapasztalat senkinek sincs vele, legalábbis így az ismerősi körömben, ugyanis, mint mondtam, 242 kilométer van benne, és még sokat nem lehetett megtapasztalni belőle, de egyébként maga a márka hely, ahonnan hozta ismerősöm, nagyon rendes volt, nagyon segítőkészek voltak, és ugye meglepő, hogy ez ugye Pest megyében van, tehát Érden, és ott azt szokta meg az ember, hogy eléggé leszarják, legalábbis nekem ez volt a tapasztalatom. De itt tényleg rendesek voltak, a márka szerviz legközelebb Szegeden van itt nekünk, ami tök jó, mert nem kell messzire se vinni, ugye 2 évig garanciás, szóval egy teljesen patent cégről van szó, és márkáról. A tankja az a mérete ellenére ugye 10 literes, és elvileg 2,2 liter fogyasztást bír 100 kilométerenként, ami egy elég jó távolságot eredményez, tehát
nem az a zabagép motor. A másik, ami kifejezetten tetszik, hogy 750 ezer forint, ugye nem kis pénz, de egy zsírúj motorról beszélünk garanciával, 0 kilométerrel, és van benne basszus fokozatjelző. Illetve nekem nagyon tetszik maga ez a monokróm kijelző is, baromi jól meg van csinálva. Ugye a lámpái mind ledesek, az indexek ledesek, rohadt jól lehet vele látni. Mivel járatos, ezért most olyan 60-at megyek vele, 12.000-nél van a vége, olyan 11.000 körül tilthat. Én sacra azt mondanám, hogy az ilyen 80-90 km per órát hosszú távon azt bírja, tehát nem nagy túrákra kell készülni vele, de azért lehet utazgatni, amit egyébként egy 125-östől elvár az ember, hiszen 125-tel és a 125 köbcentitől nem kell úgymond a megváltást várni. Mindjárt vissza is fordulok itt. Nagyon furcsa, hogy visszaváltam, hogy ilyen gázpröccsel szoktam, és ugye szegénynek semmi hangja nincsen, legalábbis. És nézzük milyen... Hát ez nagyon kis íven megfordult, kb. Egy... Jaj! Igen, ezt meg kell szoknom, hogy nálam fordítva van az index és a duda helye. Szóval, amit mondtam, hogy nagyon kis íven meg lehet vele fordulni. Ami még nekem baromira tetszik, az a kulcs. Majd mindjárt megmutatom nektek, ilyen kis svájci bicska-szerű módon ki lehet nyitni, bepattintod, meg maga ez az alakja is, amit a kipufogó is egyébként követ, ez a, nem tudom, nyújtott deltoid alak, vagy én nem tudom pontosan, hogy nevezzem, de ha látjátok, akkor értitek. Ha már csak pozitívumokat mondtam, mondok nektek egy nagyon nagy marhaságot is szerintem. A hátsó üléshez külön kulcs van, tehát nem ezzel a gyújtáskulcssal tudod a hátsó ülés vazgurálni, hanem egy külön kulcssal. És ez miért szar? Jó, ide rakasztod, és akkor hordod azt is mellette, de sokkal egyszerűbb szerintem egy kulcsot cipelni, és azzal kinyitni. Nem, nincs az, hogy még egy kulcsot vinned kell magaddal, és akkor azt is elveszítheted. Úgyhogy szerintem ez egy kicsit hülyén lett kivételezve, de összességében nem egy hatalmas probléma. Ő egyébként egy egyhengeres, négyütemű motor, vízhűtéses, 125 köbcenti, amint mondtam nektek 9,4 kW, amit most kerekítsünk 13 lóerőre, és 10 Nm nyomatékot tud. Én érzésre hasonlóan érzek vele, mint régebben a 125-ös Honda CBR-rel. Még húzogatni nem szeretném neki tényleg, mert bejáratos, de így összességében erőre én hasonlót érzek, mint a 125-ös kis Honda, szóval nem hiszem, hogy annyira elmaradna a többi között. Na de majd mindjárt félreállok és kicsit körbe mutatgatom nektek, hogy milyen is a gép. Van belőle négy fajta, van egy fekete, ami ilyen fekete és szürke dizájn, az nekem baromira tetszik, még egy kevés zöldet is belecsempésztek, van a fehér dizájn, van egy piros, ami kivételesen a Red Rider nevemhez kapcsolódóan annyira nekem nem jött át, bár élőben biztos más, és van ez a speckó zöld, ő elvileg magának a kivének a 20. évfordulójára készült, úgymond speciális kiadás, elvileg 2020-ban gyártottak belőle csak ilyet, szóval, ha jól tudom, ő egy 2020-as modell, nem a 21-es, de attól függetlenül nem marad el, mert jól tudom, a 21-ben már az Euro 5 van, és ő még az Euro 4-es változat, és amint tudjuk, az Euro 5 az még jobban szét van folytva. Egyébként szedi a lábát ez, tehát tényleg fél gázt adok szinte, hogy ne legyen túl húzva, túl pörgetve, és megy ez azért. Ez egy városi motorozásra kiváló alany, tehát tényleg egy picike, könnyen lehet vele manőverezni. Egyszerűen imádom. Beszéljünk meg a gumikról. Én már meg nem mondom, milyen neve nincs, kínai márka van fent. Szerintem sok tapadást nem kell tőle várni, bár ahhoz képest ismerősöm egész jól döntögette, és eddig nem panaszkodott csúszásra, de azért aki úgymond teljes biztonságot akar, annak
nem árt ezt lecserélni az első nagyobb szervíznél. Persze ez is ugye mindenkinek a saját döntése, hogy mikor cseréli a gumit, meg hogy mennyire elégedett vele, de azt szerintem mindenki tudja, hogy a gyári gumi, amivel adják a motorokat, a legtöbbjük az inkább hulladék. De ugye arra jó, hogy megtanulj vele vezetni, meg most még így a tavasz elején úgyse fogja az ember térdig dönteni. Azt egyébként nem mondanám, hogy hosszú távú úton ez az ülés nagyon kényelmes, legalábbis én egy nagy termetű ember vagyok, és tudja azért nyomni a tökömet egy picit a tank. Egyébként, ha szeretnétek a KTM 390-es Duke-ról is egy ilyen First Ride-os bemutató videót, akkor kommentben jelezzétek, és azt is megoldjuk. Itt félre is állunk. Éjj a legnagyobb kátyúba bele. Nagyon jó ülésjelző működik. Nézzünk egy, tényleg ABS ugye van benne. Elvileg, majd mindjárt leteszteljük azt is. Tetszik, hogy a standernek ilyen elég nagy láb része van, tehát könnyen bele lehet kapni, szóval így néz neki. Four valves, négy szelepes, egyhengeres, négy ütemű, vízhűtéses, kis picike, ledes. Ugye megmutatom nektek az irányjelzőt, tehát ez még napközben is baromi világos. És szerintem marha jól néz ki. Három ilyen nagy LED izzó van benne. Konkrétan sérti a szemem, annyira világos. Úgyhogy nem kell aggódni, ez biztos észreveszik. Jaj. Ő itt a távolságink. Igazából útközben, ahogy láttuk, nagyon szép fénye van, és itt lehet állítani. Van benne itt egy kis csavaró rész, amit mindjárt megtalálok. Ott van belül, szerintem ti nem fogjátok látni. Nagyon könnyű egyébként, kézzel lehet csavarni. És ennyiből tetszik, hogy nem kell szarokodni az állításával. Kicsit leállítjuk. Szóval itt van a kipufogónk. Amit látjátok, ennek is szinte ez a nyújtott ilyen deltoidos alakzata van, ami nekem baromra tetszik, meg maga ez a logó is. És ezt nézzétek, benyomjuk, és össze is megy. Megnyomjuk, tik. Ez szerintem baromi menő, ez nagyon tetszik nekem. Itt van a blokkunk, szerintem nagyon igényes az összerakása az egésznek, nagyon szépek az elemek benne, szép a design, itt is ez a kölcsiszolt rész a blokkon baromi jól néz ki. A legtöbbször az idomoknál ez a mély sejtes minta van, az ülésen pedig ez a karbonos minta. Egyébként kényelmes az ülés, meg puha. Ezt mondtam nektek, hogy az utasülés akkora, mint a tenyerem. Na most én nem tudom, hogy erre tényleg ki a picsa fér rá. Rá kellett rakni, mert rá kellett. Nem rossz egyébként. A hátulját, ha megnézzük, nagyon szépen talán alumíniummal, vagy valamilyen más fémmel meg van erősítve a rendszámtábla. Tehát ez nem hajlik le egyáltalán. Illetve ezt ugye össze lehet szerelni, és akkor rövidebb lesz. Úgy szerintem jobban is mutatna. Van egy ilyen kis hátsó pluszos sárvédőnk, hogy ne csapja szét a sarat. Ez ugye könnyen leszerelhető, bár szerintem ezzel jól mutat a motor. Itt egy ilyen szép kis ekeidon van alul, ami tök jól védi. Itt a talán az olajszűrő lehet erre, a fene tudja. Itt van a kis hűtőnk, ugye az egyhengeres csoda. Ez is nagyon tetszik maga az első sárvédőnek, ez a bevágása, a színkombináció. Ennyire nem voltam még ilyen zöld buzi, de egyszerűen nagyon jól néz ki. Van egy Made in China feliratunk, ezt szerintem senkit se téveszem meg, a legtöbb dolog kínai, a Kiwi is kínai márka, és majd kiderül, mennyire megbízható, de ilyen árban szerintem egy ennyire patika motort kapni ritkaság, és nagyon bánom egyébként, hogy 125-nél nem gyártanak nagyobb motort, tehát a Kiwi az inkább egy robogós márka, tehát inkább robogókkal foglalkoznak. De ha elmennének így az 500-as, 500 köbcentis irányba, szerintem nagyon nagy sikert aratnának vele. Nagyon szép lett a kivitelezése, és én tényleg azt mondom nektek, hogy ő egy KTM Duke-nak a koppintása kb. Az olcsó low budget KTM Duke. Persze ez csak vicc, de tényleg arra hasonlít a legjobban. Amit látjátok, E5-ös és E10-es üzemanyaggal megy, ezeket egyébként minden új motorra rárakják. Itt a kis üzemanyag nyílása,
és egyébként ez is tetszik, hogy így felnyílik, nem olyan, mint a legtöbb Hondánál, hogy felnyitod, aztán kiveszed, és azt csinálsz vele, amit akarsz, bepattintjuk, platj vissza. Ez a kulcs meg tényleg menő. A műszerfal nincs túl bonyolítva, igazából tényleg mindent jelez, amit kell. Az furcsa nekem, hogy nagyon hátul van a lábtartó, tehát én nekem itt kényelmes lenne konkrétan a váltó karona lábamat tartani, de elég sportos az ülés pozíció rajta. Na de vigyük is vissza a kis gazdájának, mert már biztos várja. Szóval így ez lenne az első úti tapasztalatom a kívéjjel. Instán egyébként, amit kiraktam róla, kis spoileres kép, elég sokan rájöttetek, hogy ő egy kívé, úgyhogy annyira nem is lehet ritkaság hazánkban. Írjátok meg, hogy ti nektek mi a véleményetek róla, hogy tetszik a motor, ti nektek esetleg ismerős körötökben van-e ugyanilyen jármű, mit gondoltok róla, és szerintetek mennyire kell félni attól, hogy most ő kínai. Úgyhogy várom a kommenteket. Én Red Rider voltam, találkozunk hamarosan, sziasztok! Been down and I'ma get it right, then I'll fight like